Zentán idén a november 11 általános iskola adott otthont a vizsgázó diákoknak. Szerdán anyanyelvből, csütörtökön matematikából érettségiztek a diákok, pénteken kombinált tesztekkel fejeződött a vizsga. Legtöbbjüknek ez okozott nehézséget. Nekem a matek volt a legjobb, mert jó vagyok matekból. A legnehezebb szerintem a kombinált volt, mert kicsit érthetetlenül fordították le. Jártam fölkészítőkre, és hát csak úgy készültem. Otthon nem is foglalkoztam vele. Szerintem mindent megtettem annak érdekében, hogy jó sikerüljön. A diákok felkészítő füzet segítségével tudtak készülni a vizsgára, amely 450 feladatot tartalmazott alap, közép és haladó szinten. Ezek átfogóan magukba foglalták az 5-től 8-ig terjedő tananyagot. Igyekeztünk, a fölkészítő tanárok igyekeztek azokkal a diákokkal többet foglalkozni, akinek ez otthon nem megy, és ezért is tartottuk ezeket a felkészítőket. Az elsődleges, nem hivatalos eredményekre vasárnap estig kell várni. A listát név nélkül jelentetik meg, a gyerekek a vizsgán kapott kódokkal tudják felismerni a saját pontjaikat. Ezek az eredmények még nem nyilvánosak, csak a tanulók nézhetik meg. Lehet majd reklamálni ezekre a tesztekre, noha az a gyakorlat, hogy nem igazán szoktak ezzel élni, és aki reklamál, volt olyan, hogy még gyöngébb pontozást érte, tehát nagyjából jól javítanak a tanárok, odafigyelnek, tehát tapasztaltak, nem először csinálnak, úgyhogy meg lehet bízni a javítókban. Zentán 210 diák tett ebben az évben záróvizsgát. A szám magába foglal 10 sajátos nevelésű tanulót, illetve 11 felnőtt képzést végző tanulót is.